A Karcagvárosi Önkormányzata, a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár, a karcagi polgármesteri hivatal nevében tisztelettel meghívjuk Önt is, kedves családját, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére rendezett városi ünnepségekre. Március 11-én 17 órakor az országzászló felvonásán a Kossuth téren közreműködnek Nagy István tárogatón és a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai. 17 óra 30 perctől az Ifjúsági Ház Csokonai Könyvtárban márciusi ifjak kiállítás, Csizi Attila, az Eszterházi Károly Főiskola elektronikus ábrázolás szakos hallgatója alkotásaiból. A kiállítást megnyitja Jakab Fruzsina, a Debreceni Egyetem hallgatója. 18 óra 30 perctől a Déréni Kulturális Központban ünnepi műsor, a Forradalom hangjai a Pesti Zenész Színpad előadásában. Közreműködnek Udvarhelyi Boglárka és Szabó Gyula magánénekes, Cakó Ádám színművész a Budapesti Madách Színházból. 20 órától a Dériné Kulturális Központban Kossuth Lajos azt üzente toborzó táncház, közreműködik a Pipász zenekar. A táncházat vezeti Oroszni Milinkoffer Rita és Nagy Csaba. Március 15-én 14 órától a Zászló hazatér, a történelmi csapatzászló átadása a Szent Ágoston tűzoltó laktanyában. A zászlót átadja és ünnepi beszédet mond dr. Tollár Tibor, tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóságának főigazgatója. Köszöntőt mond dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő. Közreműködnek Kovács Gergő Szavalat, a Kovács Mihály Huszárbandérium és a Nagykun Honvéd banda, vezényel Márki Zoltán és Sós Pál. 15 órától a Kossuth téren a Kovács Mihály Huszárbandérium felvonulása után ünnepi megemlékezés. A megemlékezést levezeti Kovácsné Kerekes Katalin, ünnepi köszöntőt mond Tamásné Cinege Csilla, adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium. A műsorban közreműködnek Nagy István tárogató, Szabó Máté János főiskolai hallgató Szavalat, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola tanulói, Betró Viktor Szavalat, Kele Ádám Szavalat, majd koszorúzás a Petőfi és a Kossuth szobornál, az ünnepi megemlékezés helyszíne rossz idő esetén a református templom. 16 óra 30 perctől a diákok fáklyás felvonulása, a felvonulás útvonala a Városház előtti tér, Kossuth tér, Országzászló, Kálvin utca, Püspökladányi utca, Széchenyi sugárút, Szent István sugárút, Kacsó út, Dózsa György út, majd a Városház előtti tér. Közreműködik a Nagykun Honvéd banda. A felvonuláshoz bárki csatlakozhat, fáklya a helyszínen, a Városház előtti téren vásárolható. A felvonulás rossz idő esetén elmarad. Thank you.